Zenés műsorszámok, tánc, sportbemutatók, ezekkel készültek a Mohácsi Kisfaludi Gimnázium tanulói csütörtökön. Az iskola új tornatermének átadását ünnepelték. Az eseményen beszédet mondott a térség országgyűlési képviselője. Hargita János kiemelte, hogy jól áll Mohács a sportlétesítmények terén, nem úgy, mint Pécs. Végig éltük azt a fejlődést, annak a sportpiramisnak a fejlődését is, amit egy település nézőpontjából élünk. Már azt mondhatom, hogy Mohácson azt gondolom, hogy megvan mindenünk, MTL-t még idehozhatom, megvan mindenünk, ami ebben a sportpiramisban kell. És azt is mondtam, hogy megvan Budapesten is mindenünk. Pécsről nem tudok érdemben szólni, Pécsen nincsen semmink. Pécsen nincs korszerű uszodánk, nincsen labdarúgó stadionunk, nincsen korszerű kézilabda csarnokunk, nincsen semmink. A gimnázium tornacsarnokát 2020-ban kezdték építeni. A megvalósítást 100%-ban pályázati forrásból fedezték. Az épület kialakítása 1,2 milliárd forintba került.